Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban a bak jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kirakás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, a díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Mielőtt kezdeném elmagyarázni, hogy mit mutatnak a kártyák, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ezen a csatornán vannak új felvételeim, ennek a címe Kozmikus Üzenetek. Itt arról van szó, hogy naponta megnézem a napi horoszkópot az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás. És ha észreveszem azt, hogy lesz valami különleges, ami fontos számomra, akkor úgy gondolom, az fontos lehet számotokra is. Akkor egy nappal előtte beszámolok erről, és akkor felkészülhettek arra, hogy mi történik a következő napon, mire kell odafigyelni. Ez lehet egy nagy segítség is, úgyhogy ajánlanám ezeket a felvételeket. Talán nem jön minden nap, hiszen nem minden nap vannak különleges események, de ha van valami fontos, akkor megjelenik ez a videó, illetve megjelennek a videók többes számban, kell mondanom. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi utal a férfiakra, de lehet a társad is. Ami összeköt benneteket, az itt látható köztetek. A remény, egy szép út, a jövő, a kapcsolat, sőt, ez lehet eljegyzés, házasság is, és amit a hajó még jelent, utazásokat, külföldi kapcsolatot, ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat. A férfi feje fölött a kártyák utalnak az ő gondolataira. Itt megjelenik a szerelem, a vonzalom és egy jó hír. De a háttérben vannak még problémák, nehézségek a baráti körben. De ő le akarja zárni ezeket a kapcsolatokat, hiszen a koporsó ezt lezárja. Az is lehet, hogy egy barát visszatért a múltból, és itt vannak még problémák, nehézségek, amin ő töpreng, de nem kellemes ez a kapcsolat, úgyhogy le fogja ezt zárni. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a képek jelentik a te gondolataidat. Itt a szerencse, előre folyamodnak az események, tisztázódnak bizonyos dolgok, itt a nyilvánosság, az elismerés, a munka, a hivatás, a tanulás, és itt a kezedben tartod ezt a kulcsot, jelenti a te magabiztonságodat, mert biztos lehetsz abban, hogy itt kinyílik számodra ez az ajtó. Visszatérve a könyvekre, ez tényleg jelentheti a tudást, a tanulást, a továbbképzést is, de jelenti néha a titkokat és a kulcs a zárkozottságot. Ez nem ezzel a férfival áll összefüggésben, hanem a háttérben itt megjelenik a kígyó. És ez a kígyó, tehát egy hölgy nem játszik nyitott kártyákkal, és nincsenek jó szándékuk, hiszen itt megjelenik egy vonalban az ostor, tehát ez a nő meg akar bántani téged. Itt a hold jelentheti az éjszakát, amikor valami még olyan átláthatatlan, itt a zárkózottság, a titkok, a hölgy nagyon titokzatos, és itt figyelget téged, kíváncsi arra, hogy mi van a környezetedben. Lehet, hogy ezt a nőt a munkahelyeden ismered,
mert itt megjelenik a horgony, és az jelenti a munkát, a hivatást, de kíváncsi a te privát életedre is. Ebben az esetben azt mondanám, légy zárkózott, ne beszélj a magánéletedről. Visszatérve erre a férfire, itt egy vonalban van ezekkel a kártyákkal, itt szerelemről van szó, de valami blokkolja még őt. Nem marad így a helyzet, hiszen december végén megjelennek itt az egerek. És ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a problémákat, a nehézségeket, és akkor itt lesz egy hír, itt a madarak jelentik a kommunikációt, itt bizonyos dolgokat tisztáz veled. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van. A torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, itt valami ugyan még átláthatatlan, de az egerek segítenek, lezárják ezeket a dolgokat, itt is tisztázódik valami, lesz egy jó hír, meg lesz szerencse, lesz egy jó fordulat ebben a témában. Ez a két kártya azt is jelenti, hogy ő jelentkezik nálad, lesz egy ajándék, vagy egy meghívás. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy szeretné azt, ha te írnál neki. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, bizonyos dolgokat lezár, például ami átláthatatlan, vagy régi barátságokat zár le. Itt lesz egy szerencsés fordulat és egy új kezdet. Ez a kártya, mint idő kártya, jelentheti április hónapot. Tehát áprilisig itt rendeződnek bizonyos dolgok, és lesz egy szerencsés fordulat, lesz egy új kezdet. Ha te egy hölgy vagy, ezekkel a kártyákkal állsz egy vonalban. A halak jelentik az anyagiakat, itt lesz mozgás. A halak jelenthetik a belső értékeket, az önbizalmat is. Itt valamit kell tanulni az élet iskoláján. Ha megvan ez a fellépés, itt kinyílik számodra ez az ajtó. Jelenti a nyilvánosságot, jelenti a munkát is, hiszen itt van a horgony mellette, ami utal a hivatásra. Ez lehet egy spirituális terület, vagy egy kreatív tevékenység. Te ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy, itt lesz egy kellemes meglepetés, itt tisztázódnak bizonyos dolgok, te állsz itt a középpontban, a ház jelenti az alapokat, te ki tudsz építeni valamit, például ezt a kreatív tevékenységet, vagy a spirituális területet. A ház jelentheti az otthonodat is, itt megszépítesz valamit, vagy kitisztul valami. A hamisság itt van a közelben, ez lehet egy kolléganő, de lehet valaki a családból is. Előfordulhat, hogy két különböző személyről van szó. Te ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy, zárj le bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat, különösen azt, ami bánt téged. Ne engedd azt meg, hogy mások megbántsanak. És akkor így előre mennek a dolgok. Itt lesz mozgás. Ez a mozgás mindazt jelentheti, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, változások és a pénz itt jön a házhoz. De azért légy óvatos, mert valaki nagyon-nagyon kíváncsi az anyagi helyzetedre. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét december hónapban itt látható. A munkahelyen vannak még problémák, vagy valaki meg akar bántani téged. Itt kinyílik számodra majd egy új ajtó, egy új lehetőség. Ez lehet egy kreatív tevékenység,
spirituális terület, energiai munka, és segítesz másoknak abban, hogy ami nehéz, ott legyen egy megoldás, hogy tisztázódjanak bizonyos dolgok. Itt lesznek jó barátságok, de azért itt is vigyázni kell, mert van a baráti körben valaki, aki itt nehézségeket okoz. Második hét december hónapban itt látható. Ez a férfi gondol rád, itt megjelenik a szerelem, egy jó hír, beszélgetések, tisztázódnak bizonyos dolgok, régi témák, a nehézségek lezárulnak, és itt a kulcs jelenti a nyitottságot, vagy a zárkózottságot. Itt elgondolkodhatsz azon, hogy kiben bízhatsz meg, vagy kiben nem. A hold jelenti az anyukádat, vagy anyai érzelmeket, de jelenti az intuíciót is. Ha úgy érzed, itt van hamisság, akkor hallgass a belső hangodra. Ez egy bölcs gondolat akkor. Harmadik hét december hónapban itt látható. Itt lesz közeledés, megvan hozzá a remény. Ez lehet egy utazás, vagy külföldi kapcsolatok is. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, vagy hogy valaki visszatér hozzád, ami a munkát, hivatást illeti, hiszen ezzel egy vonalban van a gyűrű. Ezek lehetnek szerződések is. Itt a kereszt az erősíti a hitedet, de lehetnek változások, amikor elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez lehet egy mellékút, de nem szabad elfelejteni azt, hogy itt a kígyónál lehet egy hamis nő is, aki figyeli így az élet utadat, vagy figyelget benneteket, hiszen egy vonalban a férfi is megjelenik. Itt még valami átláthatatlan, de ez véget ér, mert utolsó hét decemberében, ami itt alul látható, az egerek eltávolítják a felhőt, eltávolítják ezt a tornyot, ami lehet egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy, de lehet egy korlátozás is. Itt lesz egy szerencsés fordulat, egy új kezdet, egy új irány. Persze a gyermekek utalhatnak gyermekekre is, és itt a szerencse, vagy a mozgás, ez lehet sport is. Az anyagiak javulnak, itt a ház jelenti a biztonság érzetét, vagy itt ki lehet alakítani valamit, itt vannak az alapok, itt minden rendben van, de azért van itt a háttérben hamisság, nem szabad nyitottnak lenni, tervekről beszélni, mert van valaki a közelben, aki nagyon kíváncsi, ez még nem lenne olyan baj, de rosszat akar. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rák!